Igen, Bíró Bence Péternek hívnak, a Bencét használom, nyugodtan szólítsatok Bencének. Hogyha valakinek kényelmes a tanár, akkor nyugodtan használja azt, de alapvetően nyugodtan szólítsatok Bencének. Minden, amit most itt átbeszélünk, az arra lesz jó, hogy a gyakorlatban nektek működjön. Tehát mi nem fogunk nagyon sokat ezt foglalkozni azzal, hogy az ókori görögöknek a definícióról beszélgessünk, nem fogunk sokat elmélkedni a bevezetőkön, vagy ilyen leíró, csoportosító dolgokon. Az lesz a lényeg, hogy a gyakorlatban csak olyan dolgot kapjatok meg, ami nektek működőképes és hasznos lesz, és ebben majd arra kérem a segítségeteket, hogy akik itt vagytok, nyugodtan fogalmazhatok meg kérdéseket útközben. Van egy ilyen dia, ami nem szerepel más, mint csak annyi, hogy 150 ezer forint. Tehát 150 ezer forint. Kérdésem, hogy szerintetek miért írtam ezt a számot ide? Én beszéltem elég sokfajta szervezetfejlesztés vezető tanácsadóval, és ez a 150 ezer forint, ez gyakorlatilag az, ami az órabér ezeknek a tanácsadóknak, akik ezeket a tanácsokat osztják, hogy hogyan kell vezetni, hogyan kell a pszichológiát alkalmazni a vezetőfejlesztésben. Én nem ennyit kérek természetesen, de ezt lássátok, hogy amikor ott lesztek ezekben a pozícióban, hogy ti hozhatok döntéseket arról, hogy hogyan fejlesztitek a csapatotokat vagy saját magatokat, könnyen lehet, hogy ilyen ajánlatokat fogtok kapni. Miért fontos ez? Azért, mert minden, ami ott elhangzik, az nagyjából egy olyan tudásbázisból származik, amit ti most itt meg tudtok tanulni. Tehát ennek alapján nekünk az a célunk, hogy a lehető legtöbb olyan anyagot és tudást megkapjátok ezeken az órákon belül, hogy ne kelljen nektek később ilyen sok tanácsadót figyelembe venni, vagy igénybe venni, hanem ezeket mind-mind megtanulhassátok itt is. Ez egy teljesen reális cél, és nagyon sokszor abban is segíteni fog nektek ez a tudás, hogy jól tudjatok választani szakértők közül. Mert attól, hogy valaki jó, drágább, még egyáltalán nem biztos, hogy nektek tényleg többet is fog tudni segíteni. A másik oldalról nézve viszont vezetőként valamiért megéri, és valamiért megélnek ezek a tanácsadók, ez azt jelenti, hogy ez üzletileg egy hasznos dolog tud lenni. Tehát az a célunk, hogy ebben a kurzusban a lehető legtöbb ilyen tudást meg tudjátok kapni, hogy a lehető legkevesebbet kelljen később ezekre fölöslegesen költenetek. Akkor csapjunk is bele abba, hogy hogyan tudunk hatékonyan védekezni a kiégéssel szemben. Ugye azt ígértem nektek, hogy a kritikus gondolkodást is majd be fogjuk építeni, de szépen fokozatosan fogunk a tudományhoz közelíteni. Na most azt fogják, az könnyen meg lehet tapasztalni azt is nálatok, amit én is megtapasztaltam a kiégés kapcsán. Engem nagyon érdekelt ez a téma, és erre kerestem megoldásokat. És igazából az én könyvem az nagy részt annak köszönhető, hogy megszületett, hogy igazából pont ugyanazokat a módszertanokat használtam, amit ezután is tudtok majd használni. Hogy a megfelelő helyen kerestem a kutatásokat, összegeztem őket, ellenőriztem őket, és akkor ezek után kirajzódott egy eredmény, mi az, ami segíteni szokott, és mi szokta okozni a problémákat. Na de hogyha rákerestek valamire, akkor az olyan, mintha lenne egy kéz, amiből minden kéz újból egy újabb kis kéz nyílik meg, amiben mindegyiknek van egy csomó újja. Ez azért furcsa, mert hogy önmagában a kiégésnek három fő tünete van, és erről is beszélni fogunk. A kimerülés, az érzelmi eltávolodás a munkától, illetve a teljesítménycsökkenés. Ha csak a kimerülést nézzük, ott is annyifele elágazik ez az egész folyamat, tehát könnyen lehet, hogy valakinek a DNS-ében van egy olyan polimorfizmus, amitől elfárad. Lehet az, hogy valakit mondjuk annyi stressz hatás ért, hogy ez az allosztatikus töltés az ő neurológiai rendszerében mondjuk egy ilyen túltelítettséget vált ki. Lehet az is, hogy mondjuk az ő bélbaktériumai nem annyira nincsenek rendben, és ez csak pár dolgot soroltam fel, amíg kutatások alapján kimerülésszerű élményeket produkálhat. Tehát érdemes ezt a fajta szkeptikus gondolkodást fenntartani magunkban, amit beszéltünk is előre, hogy nem lehet túl egyszerűsíteni a dolgokat. Hiszen nagy, akármibe is megyünk bele, mindegyiknek rengeteg apró pici komponense lehet. És éppen ezért most összefoglalom nektek azokat, amiket az én kutatási eredményeim, gyakorlatilag én is végeztem kutatásokat az ELT-n, illetve ezen kívül még természetesen összefoglalom azt is, ami a könyvemben szerepel, a leggyakorlatilasabb részről. Nézzük meg azt, hogy mi az, ami nektek használható vezetőként, és mi az, amit ti a kollégáitokkal kapcsolatban tudtok használni. Na, de mit mond a WHO? A WHO azt mondja, hogy a kiégés egy tartós testi-lelki kimerülés, mentális távolságtartás a munkától és csökkent teljesítmény. Ezt nagyon könnyű összekeverni a depresszióval, mert ott is ugyanezek a tünetek megvannak, csak a depresszió az élet összes területét érinti, a depresszió esetén nekem semmihez nincsen kedvem, a WHO definíció alapján a kiégés pedig csak a munkára vonatkozik. Tehát lehet, hogy a barátaimmal találkozok, és akkor jókedvű vagyok, de amikor a munkába be kell menni, akkor azt érzem, hogy hát bármit csak eszne. És lehet, hogy mondjuk egész életemben utáltam egy munkát, akkor az nem kiégés. Ha korábban imádtam azt, amit csináltam, és egyszerűen most már ránézni se bírok, akkor az inkább nevezhető kiégésnek. A kiégés tekintetében érdemes arra figyelni, hogy az összerakódott, felhalmozódott, kezeletlen stressznek az eredménye. A stressznek van egy előnyös része is, tehát a stresszre szükségünk van bizonyos mértékig, de hogyha ezt nem kezeljük a megfelelő módon, akkor kialakulhat a kiégés.
A kiégés az nem olyan, mint a villanykörténél, hogy ha kiégette egy villanykört, akkor ki kell dobni, és akkor vége van. Tehát ha mi megtapasztaltuk a kiégés, az visszafordítható, és ez egy teljesen természetes folyamat. Tehát nem kell kétségbe esni, ugyan az ember azt tapasztalja meg a kiégés esetén, hogy nincs remény, és nem tudok változni, nem tudok változtatni, de az a jó hírem, hogy akármilyen is reménytelennek tűnik ez a kiégési állapot, ezt vissza lehet fordítani, és ugyanazt a munkát, amit lehet, hogy már rüheltem, azt vissza tudjuk fordítani akár oda, és egy szenvedésen és lelkesedéssel tudom csinálni. Rengeteg ilyet kísértem végig, és nektek vezetőként fontos ezt látnotok, hogy nem biztos, hogy ki kell rúgni a kollégát, hogy munkáját kell váltani olyankor, hogyha kiégés tünetei megjelennek. Néhány statisztika a kiégéssel kapcsolatban. Ugye nagyon általános az, hogy az emberek úgy tekintenek a kiégésre, hogy jó, hát nem baj, mert kiégett, szerzek valami másik kollégát. Na de mi van akkor, hogyha ez megtörténik? Az, hogy általában a cégnek sokkal több pénzbe kerül egy új kollégát betanítani, mint hogy egy kiégett kollégát segítsenek abban, hogy visszafordítsák a kiégést. Ezt egyébként meg lehet előzni a kiégést, tehát meg lehet előzni. A másik része pedig az, hogy általában még anyagilag is jobban megéri az, hogyha a kiégett kollégát visszahozzuk a lelkesedés állapotába és a feltöltöttség állapotába, mint hogyha nulláról akarnánk egy teljesen új kollégát felvenni, betanítani. Másrésztről pedig, hogyha nem figyelünk oda a kiégésre, akkor az lehet, hogy beszivárog a munkai környezetbe és a munkai kultúrába, és az pedig az újabb következő kollégákat is ki fogja égetni, az őket is be fogja darálni. Meg fog nézni, mi okoz kiégést, és mi az, ami mondjuk segíthet a kiégés ellen. Oké. Itt láttuk egy mémet. Nagyon sokan úgy vagyunk ezzel, hogy azért nem pihenünk, mert azt érezzük, hogy akkor gyengék vagyunk. Hogyha nekünk van egy teljesítőképességi határunk, akkor az problémát jelent. De valójában ez nem így van. Tehát, hogy a munka magánélet egyensúlya az igazából lehet, hogy nem tud minden nap megvalósulni tökéletes mértékben, de összességében az, hogyha az ember pihen, az nem jelenti azt, hogy ő gyenge lenne. Ez egy nagyon fontos dolog, amit égessetek bele magatokba, hogy a pihenés az a munkának a része. A pihenés az a munkának a része. Ezt később is még hangsúlyozni fogom. És a következő díján láthatjátok is összefoglalva, egyébként a Business Burnout Bibliában ugyanúgy ez benne van, itt a 28. oldalon látjátok ezt, hogy mennyi minden következménye van, ami le van mérve, hogyha az ember kiég, akkor megnövekszik a kockázata ezeknek a problémáknak. Többek között a depressziónak, szorongásnak, ingerlékenységnek, romló kapcsolatoknak, munkahibázásnak a kockázata megnő, a diabétesz kockázata megnő, fejfájás kockázata megnő, emésztési problémák kockázata megnő, nem fog mindent felsorolni, ezeket láthatjátok itt a dián is. A lényeg az, hogy senkinek nem egy kellemes állapot ez, és megéri ezzel foglalkozni. De mit tehetünk azért, hogy ez ne következzen be? Ugye a legfontosabb tanulság itt ezzel kapcsolatban az, hogy minél korábban felismered a kiégést, annál kevesebb negatív következménye lesz, és annál könnyebben lesz ez visszafordítható. És ahogy beszéltünk róla, a kiégés az nem olyan, mint a villanykapcsoló, hogy vagy fel van kapcsolva, vagy le van kapcsolva, az nem olyan, mint a terhesség, hogy valaki vagy terhes, vagy nem terhes, hanem ez egy skála. Tehát itt láthatjátok is ezt a 30. dián, hogy a kiégés és a csúcs teljesítmény az igazából egy skálának a két szélső pólusa. Tehát, hogyha valaki kiégett, akkor utána szépen fokozatosan fel tud épülni, a kiégésből nem közvetlenül a jó kedv következik, hanem a kiégés következő szakasz, amikor az ember jobban van, az már csak a kimerültség, aztán pedig már csak a fáradtság. A fáradtságban a semlegesség. A semlegességben az egyensúly, az egyensúlyban a lelkesedés, és ebből a csúcs teljesítmény. Ha viszont valaki nincsen jól, általában a kiégés az nem egy önmagától gyógyuló folyamat szokott lenni, hanem erre tudatos figyelmet kell szállni, mert hogyha ugyanazt csináljuk, amit eddig is csináltunk, akkor az ember egyre fáradtabbá válhat, és szépen fokozatosan megjelennek a komoly test és lelki panaszok. Na most itt van néhány kockázati faktor, ezt jó, hogyha tudjátok, hogy mi az, ami megnöveli a kiégésnek a kockázatát, csak hogy összefoglaljuk. Az első az a hosszú távú tartósan fennálló stressz. Ezek igazából benne is vannak itt a tankönyvetekben, ebben nem is biztos, hogy mindegyiket fel akarnám egyesével hozni, de például egy-két dolgot, hogy megemlítsek, a többszörös felelősség, a többszerebben helytállás, a magas elvárások, amelyeket nem tud behozni a valóság. Tehát tegyük fel, lemérték azt is, hogy mi történik olyankor, amikor a pályakezdő kiégnek. A pályakezdő kiégését általában azt szokta okozni, hogy nagy lelkesedéssel és lendülettel szállnak bele egy iparágba, elképzeljük, hogy a munkájuk az mennyire izgalmas lesz, megváltoztatják a világot, de gyakorlatilag a realitás az nagyon távol van az elvárásaitól és az ambícióitól. Természetesen, hogyha valaki alapvetően egy érzékenyebb személyiség, vagy nagyon-nagyon ambíciózus személyiség, vagy nagyon-nagyon lelkes, az megint csak megnöveli a kiégésnek a kockázatát. A munkában azok szoktak kiégni, akik dolgoznak. Akik csak lustálkodnak, azok általában nem szoktak kiégni. A kiégés viszont nem csak lustaság, a kiégésben általában azok szoktak érintettek lenni, akik egyébként is maximalisták. Amikor bekapcsol a stressz reakció, általában úgy szoktunk kinézni,
hogy amikor valaki stresszes, ez a Seyer Jánosnak a modellje egyébként, ezt érdemes így ismernetek, az ember rövid távon nem azt érzi, hogy elfáradt, hanem hogyha nagy a nyomás, akkor az ember úgy érzi, hogy ő a Superman. Tehát, hogy nem aludtam ki magam, de itt vagyok és teljesítek a munkába, úgy érzem, hogy sokkal több az öröm és energiám. 4 órát alszom, de tele vagyok erővel, nem vagyok fáradt. Oké, csak hogy itt valójában nem az történik, hogy te teljesen fel lennél töltve, hanem az történik, hogy a te lelked és a szervezeted a te rejtett erőforrásaidhoz nyúl, ezeket felhasználja, felszabadítja, és ezeket mozgósítja ilyenkor. Tehát gyakorlatilag nem más történik, mint az, hogy te a rejtett erőforrásaidat is felhasználod, a tartalékaidat éled fel olyankor, amikor kevés alvással mondjuk teljesítesz. És szépen fokozatosan, ahogy látod itt az ábrán is, az aktív ellenállás után eljön a kiégés, a kimerülésnek az állapota, aminek megvan a fizikai velejárója is, a biológiai velejárója és a szellemi velejárója is. Jó, na hát nézzünk rá akkor a maximalizmusra is. A kiégésnek általában egy nagyon-nagyon fontos alapeleme az az, hogy az ember nagyon-nagyon sokat vár el magától. Azért dolgozik iszonyatosan sokat, azért áldoz fel rengeteget, azért teljesíti 130%-osan a kötelezettségeit, mert nagyon maximalista. Tehát nagyon-nagyon magasak a belső elvárásai magával szemben, és ez általában egy károsabb fajta maximalizmust is jelent. De alapvetően a maximalizmusra úgy szoktak hivatkozni, hogy ezzel az ember büszke lehet. Tehát csak a maximum, csak az számít, a legjobb vagy semmi, szól a Mercedesnek a szlogenje. Jó, akkor beszéljünk a maximalizmusról. Ugye az egy fontos határ, hogy észrevegyük azt, hogy mikortól káros a kollégánknak, vagy a mi maximalizmusunk. Ez akkor lesz káros, amikor csökkenti a fizikai érzelmi jólétet, károsítja a kapcsolatunkat, vagy károsíthatja a teljesítményt is. Mindez rejtett módon is megtörténhet, amikor az ember elkezd már hibákat megtapasztalni, mert nem tud határidőre leadni feladatokat, nem tud valamit elkezdeni, már érzi azt, hogy nem tudja értékelni a sikerének a gyümölcsét, hogy nem tud előre haladni, nem mer kezdeményezni előreléptetést, nem mer kiállni a többiekkel, mert azt érzi, hogy ez még nem elég tökéletes, akkor ez problémás. Akkor ez problémás. És most mindegy, hogy ezt maximalizmusnak vagy perfekcionizmusnak nevezzük, a lényeg az, hogy hol okoz neked problémákat. És arról is beszélgetni fogunk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, de az első lépés az mindig a tudatosítás. Hogy észrevegyük magunknál, hogy van-e olyan pont esetleg, amikor ez már szélsőséges, amikor ez már károsít valahol, hiszen mindig van ennek egy előnye, de van egy ára is, amit megfizetünk ezért. Na most visszatérve a lényegre, tehát a maximalizmus akaratlan következményei. Kisebb lesz az eredményesség, kevesebb idő jut másra, mentális, érzelmi, fizikai kimerülés következhet be, beszűkülhet a nézőpontunk, az élettel kapcsolatban növekedhet az elégedetlenségünk, és az élet összes területére kihathat, erről beszéltünk is. Tehát, hogyha meg akarjuk előzni a kiégést, nagyon hasznos, hogyha gyökér problémával foglalkozunk, ez nagyon sokszor a maximalizmus. Hogy hol van az, ahol túlvállaljuk magunkat, hol van az, ahol nem tudunk nemet mondani, hol van az, ahol mondjuk sokkal többet teszünk bele, mint ami szükséges lenne, hol van az, ahol azt mondjuk, hogy nem érdemeljük meg a pihenést, mert csak a kötelességekkel kéne foglalkozni. Mert hogyha a maximalizmust kezeljük, és jól tudjuk kezelni, akkor valószínűleg könnyebben be tudjuk építeni a feltöltő magánéleti szokásokat is, és jobban tudunk határokat hozni. Mert hogyha nem tesszük ezt meg, akkor mi is olyanokká válhatunk, mint az olimpikon, vagy az orvos, aki mondjuk sosem el megélvezni a sikereit, a sorozatvállalkozó, aki folyamatosan új bizniszeket alapít, és mindegyik mondjuk sikeres, de még mindig szorong, vagy a milliárdos, aki sosem volt a családjával. Ez a csökkenő hozadék elve, vagy a law of diminishing returns. Gyakorlatilag ahogyan elkezdünk dolgozni, egy pontig növekszik az eredményességünk, tehát most nézzük meg ezt a fajta beszélgetést, amit közösen csinálunk. Tehát ebben az oktatásban, ha egyáltalán nem beszélnék, akkor valószínűleg nem tanulnátok annyit a pszichológiáról. Ha elkezdünk beszélgetni, és beszélünk egy órát, akkor lehet, hogy sokkal többet tanultok, és így arányosan növekszik a ti tudásotoknak a szintje, de hogyha mondjuk 12 órán keresztül hallgatnátok ezt a prezentációt, akkor egy pont után már nem nagyon tudnátok figyelni, és aztán pedig inkább káros lenne, hiszen akkor elvenni az időt nektek a pihenéstől, a mindennapoktól, és inkább többet venne el, mint amennyit adna. Tehát összességében nem nő a végtelenség az eredményességünk, hanem egy pont után elkezd csökkenni az eredményességnek a szintje, és érdemes azt megtalálni, hogy hol van az, ahol még nem kezd csökkenni, ami eredményességünk és megtérésünk, ez a csökkenő hozadék elvének a gyakorlati alkalmazása.